Szenzációs volt az egész meccs olyan szempontból, hogy csapatként küzdöttünk, minden nehézségen együtt át tudtunk menni. Ismét a védekezésünknek köszönhettük elsősorban a győzelmet, illetve annak, hogy tudtunk rajta a meccs közben keményíteni. Támadásban pedig jöttek olyan extrák, amik mindig átlendítettek minket a holdpontokon, illetve voltak a kiemelkedő egyéni teljesítmények, mint Határ Bettié, Gabby Williams-é, Fegyverneki Zsófinak volt az a két extra hármas, amikor nagyon kellett. Meg hát a másik az, hogy szenzációs hangulat is volt, és óriási élmény volt ezt megélni, hogy az egész csarnok ennyire tudott örülni ennek a jó játéknak. Nagyon kemény meccs lesz, főleg hazai pályán támadásban nagyon jók, de ahogy láthattuk múlt héten a Szekszárdán is, ott idegenben is tudtak egy nagyon jó első fél időt hozni. Egy támadásban komoly repertoárral rendelkező csapat, sok jó külső dobójuk van, sok oldalú magas embereik, úgyhogy mindenképpen arra kell helyeznünk a hangsúlyt, hogy olyan védekezést produkáljunk, amit eddig az Euroligában is hoztunk, és talán mondhatom, hogy a bajnokságban is. Ez az, amiből nem szabad lejjebb adnunk, és akkor ezt a nehéznek ígérkező meccset is remélhetőleg meg tudjuk nyerni.